Köszönöm szépen mindenkinek, hogy időt szakított arra, hogy ezt a mai délutánt, késő délutánt velünk töltse, és egyben valamennyiünk nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Csókai András professzor urat. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Aki volt már vendégünk, igaz Gödöllőn, és van annak talán már 2 éve is, esetleg több is, most úgy döntöttünk, hogy a választókerületen belül Aszód legyen az a hely, ahol vendégül láthatjuk őt, és meghallgathatjuk a gondolatait, mert személyisége és az előadás módja lenyűgöző. Ugye tudjuk róla, hogy a tudománynak, művészetnek, és ami mindannyiunk számára talán a legfontosabb, a hitnek embere, és ezért azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon szeretjük, és mindig szívesen látjuk, hogyha eljön közénk. A mai estén pedig a népvándorlás lesz az együttlétünknek a témája. A forgatókönyvet nagyjából úgy terveztük, hogy professzor úr most megtartja az előadását, és akkor utána szabadon lehet kérdezni. Előadáshoz kapcsolódóan gondolom, hogyha attól kicsit eltérnek a kérdések, az sem probléma. Tehát lényegében egy ilyen igazi polgári estét szeretnénk a mai estéből varázsolni Csókai professzor úrnak a segítségével, akinek ezennel át is adom a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen ezt a meghívást. Balczó Bandi egyszer azt mondta, hogy soha ne beszélj több hitről, mint amennyi van benned. Na, megpróbálom ezt tartani. Mert könnyű. Felhőt harapni könnyű, de a valóságban kell lennünk. Ugye a Civil Összefogás Fórum kért föl engem, aminek én is tagja vagyok. Jó párunkat fölkérték, hogy ahova így meghívnak minket, ott menjünk el, oda menjünk el, és mint ugye laikusok tulajdonképpen, mert nem vagyunk igazából politikusok, de mégis a közéleti érdeklődésünk nagy, próbáljunk rávilágítani egy pár dologra. Készítettek ők egy nagyon jó diasort ehhez a bevándorlással kapcsolatban, ezen úgy végigugrálnánk, és természetesen aztán az ember hozzáfűz saját gondolatokat, és utána pedig akkor önök is a saját gondolataikat hozzáfűznék, hogyha esetleg van kérdés, az felmerül, akkor megpróbálunk majd együtt a képviselő úrral válaszolni. Talán így a mondjuk konkrétabban szakmai kérdésekre azért ő talán jóval tájékozottabb. Mi a cél ennek az együttlétnek? Valóban valószínűleg az, ami itt elhangzik, annak, akik itt vannak, vették a fáradtságot, hogy ide jöjjenek, azt hiszem, hogy elég erősen tudatában vannak, tehát olyan sok újat nem fognak hallani, de inkább abban szeretnék, én arra szeretnék kitérni, hogy viszont egymásból kell erőt merítenünk ahhoz, hogy aztán munkahelyen, lakóhelyünkön, szomszédokkal, társaságban, barátok vagy nem barátok közt, azokat a hétköznapi párbeszédeket lefolytassuk, amivel tudjuk a felnőtteket elgondolkodtatni. Felnőtt embereket nagyon nehéz meggyőzni, elgondolkodtatni lehet, hogy utána aztán ők is magukévá tegyenek egy-egy gondolatot, és ezen múlik a legtöbb, mert mondjuk nagyon jó egy plakát, egy gondolat, de azok a hétköznapi társalgások viszik el aztán adott esetben a szavazó urnához, vagy a népszavazó urnához a szkeptikusokat, mert nagyon sok a szkeptikus. És ez azért egy nagy probléma az országunkban, hogy sok a szkeptikus, sok a kézlegyingető ember, sok a cinikus. Na mostan egy nagyon alacsony részvétel mellett azt nem gondolnám, hogy ez az ország mondjuk arra szavaz, hogy a kvóták legyenek itt a mérvadóak. Szóval azért csak az legelvetemültebb, legvadabb a liberálisok buzdítanak erre, azért ebből kevés van. De azért az nem mindegy, hogy hányan fogunk részt venni, mindegy demonstrálni az
Európai Uniónak demonstrálni azt, hogy igenis emellett egy nagy többség áll, emellett a vélemény mellett, és ez számít. Ez számít, hogy aztán kevésbé vagy jobban akarnak folytani minket, kevésbé vagy jobban akarnak ugye nemzetállam elleni döntéseket hozni, és karöltve a visegrádi négyekkel, meg Európának a normálisabb gondolkodóival, azért ez már egy komoly előny, de természetesen ebbe egy rész ez a népszavazás. Ez alapján, nem ez alapján fogja megváltoztatni Brüsszel a véleményét, de ez is egy tégla a falban. A tudomány is épp így épül fel különben pontosan. Valamit rájössz, megismersz, egy téglát belaksz a falba, és épül a fal, és ez csak fölér valahova, ahova akartuk. Na, a másik része, majd így a díjas soron végigmenve, azért most már elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor kell beszélni, hogy mi az a vallásközi párbeszéd, hogy gondoljuk, és mit kell ennek takarnia, és ez azért is nagy fontos nagyon, mert van egy látszólagos ellentét, diszkrepancia a nemzeti keresztény oldal, nem csak nálunk, ahol mit Lengyelországban mondanak, vagy mondjuk a visegrádi négyekbe, és van egy látszólagos ellentmondás, amit a Vatikán, illetve maga a Szentatya hirdet, és ezt is egy kicsit jó lenne értelmezni és föloldani. Tökéletes választ nyilván nem fogunk tudni kapni, de ebbe is jó lenne egy pár dologra rávilágítani. Mert azért azt látni kell, hogy a média borzalmasan csúsztat. Borzalmasan csúsztat, és mondjuk az kétségtelen, hogy Lesbos szigetéről elvitt a Szentatya 12 muzulmánt, akit a Vatikán befogadott, az irgalmasságnak a cselekedeteit gyakorolva. Na de azért azt is mondta, hogy ennek a 12-nek a papírjai rendben voltak, ezt kihangsúlyozta, csak ez a médiában már nem jön le, és aztán azt is mondta, hogy természetesen el kell fogadniuk a törvényeinket. Tehát a Vatikánnak és a pápának nem az a elsődrendű feladata, tehát hogyha mondjuk ő kap valahol egy 10 perces beszédet, abból nyilvánvaló 8 percet nem a nemzetbiztonsági kérdésekkel fog foglalkozni, meg ahogy hogy lehet a terroristákat a párizsi EB-n kiszűrni, nem bűnügyi kérdésekkel fog foglalkozni, hanem természetesen 8 percen át az irgalmasságról fog beszélni, mert mondjuk a Szentatyának ez a fő feladata. És 2 percben megemlíti természetesen azt, hogy amit ugye mondtam, a két mondatot, ami azért aztán takarja és teret nyit annak a fajta igazság ismertetésének, amit az állam, illetve a kormányfőknek a feladata. Tehát azért ne higgyük azt, hogy a pápa tapsol annak, hogy mondjuk elárasztják muszlimok Európát, mindenféle papír és mindenféle rejtett szándékkal, de neki, mint egy fászfőnek, az irgalmas szamaritánusról nyilván többet kell beszélnie. Persze hiányzik, nagyon hiányzik nekünk néha, ez kétségtelen a hívők számára, az evangéliumi másik példabeszéd, amikor Krisztus korbáccsal kiveri a kufárokat a templomból, mert azt joggal valljuk, és ebben semmi nézeteltérés nincs, hogy nem csak a templom, hanem ez a kis terem, ez a közösség, ahol együtt vagyunk,
aztán a családunk, a házunk, a városunk, meg az országunk is templom, és itt csatlakozik arra rá, hogy aki nem tartja be a kereszténység által megtermékenyített jogrendszerünket, törvényeinket, azt bizony, ahogy Böjte atya annak idején már tavaly júniusban megmondta, azt egyszerűen ki kell dobni. Mint ahogy ő is, van olyan sajnos, hogy igen, szegény gyerek, szegény árva gyerek jön valahonnan, ad türelmi időt, de van olyan, aki nem hajlandó beleilleszkedni a közösségbe, és bomlaszt, és kutat mérgez, volt olyan, hogy el kellett tanácsolnia, mondjuk így, hogy ki kellett onnan rúgnia, és ebbe semmi különös nincsen. Tehát az Úr Jézus azt mondja, hogy irgalmasak legyünk, de ne legyünk ostobák. És ugye erre a nagy egyházdoktor Aquinói Tamásnak a kulcsmondata a mérvadó, hogy az irgalmasság igazság nélkül balga ostobaság, az igazság irgalmasság nélkül bizony meg kegyetlenség. Tehát ezt a kettőt kell patinka mérlegen egyensúlyoznia, és mondjuk az egyháznak nem politikai feladatai vannak. Tehát egy ilyen kontextusba kell nézni a Szentatyának a véleménynyilvánításait, és helyére kell tenni a dolgokat, és az a média túlsúly áram, ami ránk zuhan, az természetesen ki akarja fordítani, és a pápát úgy akarja beállítani, mint egy ilyen félbolondot, aki ugyanazt egy követ fúj a balliberálisokkal. Tehát ez nem igaz. Nem igaz. Az egy más kérdés, hogy nyilvánvaló, hogy ha mondjuk egy európai pápa lenne, de most nem az van, akinek a genetikailag benne van az iszlámmal való élmények, az évezredes iszlámmal való élmények, mondjuk a magyarnak aminek bennünk már benne van az, hogy tudjuk, hogy 150 évig itt török uralom volt, szóval ezt mi ezt tudjuk, mi ezt másképp értékeljük, mint hogyha valaki csak 73 éves korától találkozik tulajdonképpen az iszlámmal, mert ő addig mondjuk Dél-Amerikában élt, tehát nem mondjuk így nincs a vérében ez a téma is, de ezt nem is kell elvárni, és azt is tudni kell, hogy azért a pápai tévedhetetlenség mindig a hit és erkölcsi kinyilatkoztatásokban nyilvánul meg, nem abban, hogy most én avval a 10 000 menekülttel hogy bánok, és mikor engedem be, vagy mikor nem engedem be. Na hát ez is fontos. Jó ez, mert ahogy én ugye előadások, kérdések kapcsán látom, hogy a hívő emberekbe, főleg a katolikus hívő fejekbe van egyfajta zavar, hogy van ez. Na, szóval, tehát azért ezeket tudni kell. Induljunk el akkor a diasoron, egy pár tényszerű adatot nem árt végigmenni. Ugye itt az első dián a muszlim arány a nagyvárosokban, látjuk, hogy 25% körül mozog, és Európa valóban kritikus demográfiai helyzetbe került. Aztán azt is látjuk, hogy a bűnüldözés tekintve, ugye azért a börtönökben bűncselekményt elkövetők közt, meg hát, hogy mondjam, 6-szor annyi a muszlim bevándorló, és saját törvényeik szerint élnek. Na most itt egy pillanatra meg kell állni, hogy miből ered ez. Arabul nem tudok, tehát nem olvastam a Koránt eredetiben, de azért fordításokat olvastunk belőle, minnyáján komoly emberek, komoly vallástudósoknak ismerjük a elemzéseit. Tehát a következő pár alaptétel leszögezhető. Az iszlám az azt mondja, hogy minden ember, tehát mi is, akik itt vagyunk, muszlimnak született.
csak nem tud róla. Tehát ez az alapvetése. És a jelenlegi aktív iszlámnak, az aktív muzulmánoknak egyetlen egy feladata van, az, hogy a sok embert, aki nem tudja magáról, hogy muszlim, felvilágosítsa, rá kell döbbenteni arra, hogy ő valójában kicsoda. Mondjuk, hogyha vallásokról beszélünk, azért ilyesmit más vallás is mond, a kereszténység is azt mondja, hogy minnyájan a Szent Háromság egy Isten képmása vagyunk. És ott belül bennünk, ott lakozik ez a képmás mi voltunk, ülünk rajta, mint egy koldus a kincses ládán, és érkeznek felénk impulzusunk, az emberi élet célja, hogy felfedezze ezt a kincset magába. Vagy más szavakkal mondva, mondjuk egy kicsit Michelangelo-t is beidézve, minnyájunkban ott van az a gyönyörű kőszobor, az a gyönyörű szép szobor, csak mi még egy kőtömb vagyunk, amit bizony le kell forgácsolni, hántolni ahhoz, hogy előjöjjön belőlünk az a gyönyörű alkotás. Ez sokszor nem kevés szenvedéssel jár, de ezt fel kell fedezni magunkba, és akkor teljesedik ki az életünk. Egyetlen egy probléma van, és valami ilyesmit mond még sok-sok vallás is, csak adott esetben nem Mohamedre, nem vagy Buddhára, de ez egy ilyen alap. Egy nagy különbség itt mindjárt van. Míg igazoltan a Korán, az iszlám buzdít arra, hogy ezt a másikba való felfedezést te különböző utakon folytathatod, és ebbe benne van az erőszak útja is. Ezt használja föl a dzsihád, és hivatkozva Mohamednek a korai életszakaszára, amikor lopott, rabolt, gyilkolt, azt mondja, hogy van egy ilyen erőszakos út. Az Európába tartó, megtelepedő, békésebb iszlám az se változtatja meg a véleményét, csak az nem ezt a kifejezett erőszakos utat járja, hanem kihasználva a vallásszabadságot próbál megtelepedni, és próbálja átformálni a társadalmat, például avval, hogy a szaporodási rátájuk az háromszor annyi, mint a keresztényeknek, stb. Stb. Tehát ebből adódik az, hogy eszük ágába sincsen integrálódni. A maguk módján tulajdonképpen ez teljesen logikus. Hogyha konzekvensen ragaszkodunk ehhez a teóriához. Ezt vallják. Tehát innen ered. Ezt tudni kell. Menjünk a következőre. Kialakultak már ilyen no-go zónák, meg is jelölik az országokba, ahova nem érdemes bemenni. Ahol épülnek ezek a párhuzamos társadalmak. Következő. Igen, hát itt van az előbb említett születési ráta, amivel az békésebb iszlám próbál dolgozni. Megmondom őszintén, mi keresztények ugye a borzalmasan le vagyunk ebbe maradva. Az 1,6-os születési ráta, és ez bizony még sok országban kevesebb, borzasztóan kevés. Ugye a Biblia alapvetését, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, népesítsétek be a földet, nem teljesítjük, azért, mert inkább belefulladunk a misimókus életbe, nem az itt lévők, nehogy úgy járjunk, hogy mindig azt higgyák az atyák, akik eljön a templomba. De hát ez tény, ennyi, az biztos, szóval nem valamiért itten egy óriási nagy baj van. Na most
még visszatérve az előzőekben mondottakba, az evangéliumot, hogyha nagyítóval végignézed, akkor se találsz semmiféle értelmezés mellett egyetlen olyan mondatot, hogy te erőszakosan hirdesd az evangéliumot. És itt egy óriási nagy különbség van. Tehát pontosan Krisztus maga a szeretet, ebből nyilvánvaló nem következik semmiféle erőszakosság. Azok, akik kifordogatták az evangéliumnak a szavait, azoknak semmi közük nem volt az eredeti tanításhoz, a kereszténységhez. Ellenben azokkal, akik nem forgatják ki a Korán szavait, és adott esetben erőszakosan lépnek föl, például ellenünk keresztények, vagy a nem hívók ellen, bizony azoknak van hivatkozási alapjuk ebből az égből pottyant általuk szent könyvnek nevezett könyvre. De hát azért az emberi hitetlenség, ami Európát átjárta, kilúgozta a kereszténységét, azért meghozta a hatását, mert hogyha így ez a trend folytatódik, akkor a békés iszlám is lazán lesöpör minket, 400 év múlva meghal az utolsó európai, hogyha ezt a szaporodási rátát tartjuk. Tehát ez lenne egy első dolog, ugye fölrázni a nemzetet. Na most ezzel kapcsolatban egy nagyon örömteli dologról számolhatunk be, pont mi magyarok, ami azt hiszem elkerülte a figyelmünket, mert még én azt láttam, hogy a kormánypárti médiában sem kapott megfelelő súlyt, nemhogy a másikban. Talán pont tegnap volt két hete, hogy a Magyar Nemzetben, ami most jelen pillanatban azért nem egy kormánypárti újság, tehát nem az a célja, hogy dicsérje a kormányt, megjelent a KSH-nak a közleménye, sok minden tartalmazott, de többek közt azt is, hogy 2015-ben 9000-rel kevesebb művi terhesség megszakítás történt, mint 2010-ben. És ez bizony a családbarát politika eredménye. Elsikkad az ember emellett, de hogyha mélyen belegondolunk abba, hogy az abortusz az nem teológiai kérdés, az már nagyon rég nem hitbéli kérdés. Az kizárólag tudományos kérdés. Tudnélik, 1962-ben Watson és Crick, amikor leírta az örökítő anyagot, a DNS spirálist, feketén-fehéren bebizonyosodott, hogy az emberi személy élete az nem az érettségikor vagy a ballagáskor kezdődik, nem az óvodába jelentkezéskor, nem is a magzati élet 28. hetében, ami ahontól fogva koraszülött lehet egy magzat, hanem egy jól definiált pillanat van, a fogantatásnak a pillanata. Itt kezdődik az emberi személy élete. És ez még bele van építve a jogrendszerünkbe, az alkotmányunkba is, a magzatnak a jogai címmel. Tehát ez nem vallási kérdés. Régen lehet, hogy az volt. A tudomány utolérte, bizonyította, amit már a józan paraszti ésszel mindig tudott az ember. Na mostan ez a kilenc, az, hogy mi megtalálja a kiskapukat az egészségügy és a teljesen torz orvosi és egészségügyi jogi gondolkodás, hogy megtörténjen az 5-7 ezer abortusz naponta Európában, Magyarországon 122, és a világban 120-150 ezer. De az valóság, hogy ez egyszerűen sajnos emberölés, emberi személynek a megölése, és azért ez egy nagyon nagy dolog, és tényleg egy égbe nyúló nagy eredmény, hogy 9000 gyerekkel kevesebbet öltünk meg a kórházainkban, sajnos állami pénzen, 2015-ben, mint 2010-ben. Megfordult ez a rettenetes trend.
És ahogy látom én is, ugye rengeteg koponyasérültel, súlyos agytumorossal, halállán lévő emberekkel találkozom, hogy mindig a tendencia a lényeg a kómás betegnél. A kis előrelépegető, súlyos állapotú betegnek sokkal jobban tudunk örülni, mint aki stagnál, vagy nagyon picit, de visszafelé lép. És hogyha végignézzük azért a 10 parancsolatot, mert mégiscsak egy jogrendszer vagy egy ország arra épül a 10 parancsolatra, ugye? Hát ott is azért a legfontosabb az emberek közti egymás élés szabályaiból, ugye a második 6 az szól arról, első a szülőknek a tisztelete és az öregeknek a tisztelete, és csak a második a nevői, ezt különben érdemesen elgondolkozni, na de ott van. Tehát, hogyha kicsit Isten szemérszögéből nézzük a dolgot, mert ő mindig segíteni akar rajtunk, de mi kirekesztjük magunkat az Isten irgalmasságából, hogyha folyamatosan, nem személy szerint én vagy ti, de mégis a társadalom kollektívan elköveti ezeket a bűnöket, az valahol lecsapódik. Például úgy csapódik le, hogy nem Isten büntet, mi büntetjük magunkat azzal, hogy nem szaporodunk, és nem a dzsihádot még valamiért legyőzzük, de a békésebb kiszülési iszlámot esélyünk sincsen legyőzni. És nem Isten büntetett meg minket, hogy eltűnik Európa a föld színéről, hanem kizárólag az emberi önzés. Amikor is mindig élvezni, Misimókus szerint fogyasztási őrületbe egyszerűen vagy kidobja, vagy meg se vállalja ugye, a gyermekeket. Ezeken nagyon fontos ezeken elgondolkozni. De nem, ez amikor beszélgetünk a hétköznapokban, az emberekről. Arra mondom inkább ezeket a muníciókat. Tehát nagyon fontos, hogy az evangélium egyetlen egy utalás sincs arra az erőszakos térítése. Arra van, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Az egy egészen más kérdés. És akkor elérkeztünk egy fontos témához, de menjünk tovább egy pár diával, hogy ne mindig... Igen, hát itt a elmúlt években a bevándorlók száma, előrejelzés 2016-ra elég drámai emelkedést mutat. Ugye az európai elit tagadta a problémát, most is tagadja, nem védte meg határait, nem védi meg polgárai biztonságát. Sajnos igaz, nemrégiben beszélgettem egy kollégámmal, aki 10 évet dolgozott szívsebészként Németországba, most hazajött, mert és megindult az orvosáramlás azért visszafele, meg is fog majd, föl fog gyorsulni, és mondja, hogy nemrég volt kint, meglátogatta a régi barátait, és azt mondja, egyszerűen teljesen értetlenül állnak, egészen mást mond a média, és a vele együtt a hivatalos államhatalom, és egész más gondolnak az emberek. Tehát ekkora nagy szakadék az embereknek a véleménye és a média véleménye között egyszerűen nem volt, és sehol nincsen, és mondjuk amikor minket avval vádolnak, hogy itt nincsen demokrácia, hát itt aztán olyan fokú a véleménymondási szabadság, hogy valami egészen elképesztő méreteket ölt, és sajnos nagyon sokszor borzasztó destruktív. Igen, a baloldal ösztönzi a bevándorlást, igen, menjünk tovább. Egy nagyon jól felfogott érdeke is hozzáfűződik, hogy tudja, hogy a bevándorlók rájuk fognak szavazni, és ezért is sajnos, és kidobva minden más normális megfontolás tovább. Ehhez jönnek jó gondolatok a nagyjaiktól. De ezt nem érdemes részletezni. Igen, tovább. Igen, és ugye hát borzalmas hazugságok hangzanak el. Igen, tovább. Ezzel szemben nagyon tisztán fogalmaz a miniszterelnök úr, érdemes ezt is elolvasni, hogy az 1000 éves államiság megkérdőjelezhetetlen, jogot ad arra, hogy megvédjük határainkat, kultúránkat, és meghatározzuk, hogy ki jöhet be, és ki nem.
Mi ennek mindig azt mondom, hogy meg kell próbálni a teljes igazságot látni. A teljes igazság Istennél van, mi tükör által homályosan látunk, de néha erősebben. És hogyha úgy olvassuk az evangéliumot, azzal, amikor ugye Jézus megvallja a zsidóságát, és megsiratja Jeruzsálemet, amikor előre jelzi a pusztulását. Tehát nem szégyenli a nemzeti hovatartozását. Nem mondja azt, hogy internacionalista. Természetesen a szeretetet mindenkinek, a megbocsájtást mindenki felé kell hirdetni. De ezzel, mint egy a nemzethöz való tartozást szakrális szintre emeli. Tehát csak a nemzetállamokban lehet gondolkozni, ha egy kicsit is megpróbálunk lelátni ahhoz a forráshoz, ami az életünknek a motorja, az életünknek az éltető ereje. Nincs, nem véletlenül jöttek létre a nemzetek, nem véletlenül jöttek létre a kultúrák, a nyelvek, és valóban ezt tisztelni kell, és ebbe ezt nem lehet. Van egyfajta egység, igen, lehet egy Európának egy egysége, de abba a sokféleségben ott lehet a sokszínűség. Tehát a sokszínűség és az egység közt nincsen semmiféle ellentét. Tehát ezért jogos ehhez nekünk ragaszkodnunk. Itt látjuk a Magyarországra érkezett bevándorlók számát, igen, megyünk tovább egyel. És pár külföldi elismert politikus is abszolút egyetértően nyilatkozik a magyar hozzáállásról tovább. Ugyanez a dia, nem érdemes részletezni, igen, egyet menjünk tovább. A liberális baloldal három hamis érvre támaszkodva tovább folytatja a bevándorlók telepítését, menjünk egyel tovább. Ilyen munkanélküliségre hivatkozik, ez egy álnok hazugság, bőven van munkanélküliség szerte Nyugat-Európába. Az más kérdés, hogy ők, ott a munkanélküliek nem akarnak elmenni nővérnek, sőt, még a saját szüleiket se akarják adott esetben 90 évesen ápolni. Tehát így, ilyen szempontból valóban létrehozható egy munkanélküliség, van munkanélküliség, és erre akarják használni nem csak az itthonról tőlünk, vagy Kelet-Európából ellopott nővéreket, hanem adott esetben mondjuk az olcsó munkaerő bevándorlókat. De valójában van munkanélküliség az EU-ban tovább. Az egy más kérdés, hogy az a kulturális szint, vagy tanultsági szint, ami jellemzi ezeket a szegény bevándorló fele barátainkat, mert tényleg azok ők is, az rendkívül alacsony, tehát szinte a képzésük megoldhatatlan ahhoz, hogy mondjuk egy jó indulat esetén is illeszkedni tudjanak az európai társadalmakban. Hát itt van ez a szomorú tény, ami itt a szaporodási rátával nagyon összefügg, hogy tulajdonképpen Európa az egyetlen földrész, aki nem tudja egyensúlyba tartani magát. Tehát az egyik alapvető kezelése a problémának Európa részéről az, hogy ezt megváltoztatja, ezt a szaporodási rátát. És itt egy nagyon fontos dia. Mégpedig ott alul olvasható, hogy elsősorban családunk, barátaink, kisközösségünk, nemzetünk iránt van felelősségünk, és csak utána következhet Európa, majd utána a világ. És ezt Szent Tamás, Szent Ágoston ezt nevezte a szeretet rendjének, és tényleg így van. Mindenkinek jobban kell szeretni Istent, mint bárki mást, ugye az az első. Mindenkinek jobban kell szeretni a családját, a feleségét, gyermekeit, mint bárki mást, de még jut idő, erő arra is, hogy szeressük egymást, a nemzetünket, és jut erő, szeretet ereje,
szeretet erő az Európára is. Tehát nem, ugye a szeretet az önmagán, minél többet adsz, annál több lesz neked. Ez ugye ez egy csodálatos törvénye. De azért van egy sorrendiség. Van egy sorrendiség, és ezt nagyon fontos betartani. Nem követ el az hibát, aki jobban szereti a családját, mint a nemzetét, és nem követ ez az hibát, aki a nemzetét jobban szereti, mint általában mondjuk egy földrészt. És bizony ennek preferenciát kell adni, és a legalapvetőbb keresztény alapelvekbe ez benne van. És akkor itt jön egy nagyon fontos pár gondolat, amit el szeretnék mondani. Sokat hivatkoztam ebbe a rövid eszmefuttatásba a kereszténységre. Szóval azt nekünk magunkba világosan kell látni, hogy amikor vallásközi párbeszédet folytatunk, ugye ennek jegyébe van párbeszéd az iszlámmal, vagy bármilyen más vallással, akkor azért ezt tudni kell, hogy a mi kereszténységünk, föl kell tenni ezt a kérdést, hogy az vallás-e, vagy mi ez? Hogy nekünk vallásunk-e, vagy ez valami más? Abba az értelemben, amikor mondok egy imádságot, mi atyánkot, vagy egy hiszek egyet, valóban azt megvallom a hitemet. Ilyen tekintetben mondhatjuk, hogy vallás. Ugye Milánói dekrétum 353-ban Nagy Konstantin császár, amikor felfüggesztette a keresztény üldözést, beemelte a szabad vallás gyakorlatok közé a kereszténységet is, mondjuk így, hogy azt is vallássá tette. De azért a kereszténység az valami egész más dolog, mint az a sok ezer vallás, ami jelenleg is a Földön működik. Van. Egészen más. Miben más? Abban, alapvetően abban más, hogy minden vallásban, eszmében az ember mondjuk így keresi, találgatja, hogy milyen Isten. Keresi, találja. Ezt csinálták a nagy vallás alapítók, Buddha, Mohamed, Lao Tse, Konfúcius, és sorolhatnám végig. De Marx is egyfajta vallást alapított, és az is jellemző ezekre az emberekre, akik nagy egyéniségek voltak, nyilvánvaló, meg kell hajolni előttük, mert nagy, nagyon sok okos gondolatot mondtak, nagyon erős megvilágosodás volt bennük, de messze nem hordozták a teljességet. Marx is, amikor észrevette, hogy ott a gyerekeket dolgoztatják a gyárba, meg ki vannak zsákmányolva, valóban azok a nyugat-európai munkások, és ezen felháborodott, ugye rájött egy komoly dologra, rájött egyfajta igazságra. De messze nem hordozták a teljességet. Csodálatos gondolatokat közöltek. Nemrégiben olvastam a Dalai Lámától, nem ismertem, lehet, hogy önök ismerik ezt, de olyan szépen elmondja, hogy két nap van egy évben, amikor nem tudsz csinálni semmit. A tegnap, meg a holnap. Csak a mában tudsz jót tenni, a mába tudsz békét teremteni, másoknak segíteni, magadat építeni. Ugye csodás gondolat, igaz? Csodás gondolat. Hát ez jellemző a nagy vallás alapítókra. Találgatták, milyen a jó Isten. És sokszor beletaláltak, hogy ebbe ilyen. Miben egész más a kereszténység? A kereszténységben nem az ember keresi az Istent. Minden vallásban az ember keresi az Istent. A kereszténységben Isten jön el az emberhez. Nekünk nem kell találgatni, milyen az Isten. Ugye, ha Krisztus eljött volna, sétálgatott volna ott Galileába, mulatott volna a kánai mennyegzőn, átváltoztatja a vizet borrá, feltámaszt pár halottat,
igaz? Bemegy virágvasárnap, és ott úgy jó, szép, jó tanításokat mond, és utána meghagyja, hogy ezt hirdessétek, és visszamegy a mennyei atyához. Megmondom őszintén, valóban egy gúnyolódás lenne az emberrel az egész. De Krisztus leszállt a legócskább szenvedéseinknek a legmélyére, és onnan mindig kiemelt téged. Ott volt veled Auschwitzban is, ahogy meneteltél a gázkamrába. A legrosszabb, amit te hozol össze a saját bűnaid által, és szenvedsz végül, ott is ott van. A sorsszerű szenvedésekben, amikor meghal a férjed, feleséged, gyermeked, ott is ott van veled. Megtapasztaltam, amikor meghalt nagyon tragikus módon a kisfiam. És ezzel hitelesíti önmagát, mivel ez megtörtént. És ezzel megadja a végső választ, amire semmilyen vallás alapító nem tud választ adni. Mi, amikor a feltámadásról beszélünk, mi nem olyasmiről beszélünk, ami még nem történt meg, amit csak várunk. Nem ilyesmiről beszélünk. Az összes vallás valamit úgy mond, amit elképzel, amit vár, amiben esetleg remél. Mi nem olyanról beszélünk, mi olyanról beszélünk, ami már megtörtént. Tehát ez egy óriási nagy különbség. Semmilyen komoly vallás alapító, lehet, hogy valami pár bóvlis, de komoly nagy világvallások alapítói, inkluzíve Marxot is, mert én azt is annak nevezem, az is egyfajta vallás, aztán ferdülnek, nem mertek olyat kimondani, hogy én vagyok a világ világossága. Nem merték kimondani, mert tudták, hogy csak részben világosodtak meg. Nem hordják a teljességet. Nem merték azt se kimondani, hogy én vagyok az út, igazság és az élet. Hát persze, hogy nem merték. Hát ugyanolyan emberek voltak, mint mi, akik itt ülünk. Csak többet voltak hajlandók lemondani, kimenni a pusztába, erdőbe, barlangba, fél évet ott tölteni, meditálni, és amikor így van az ember, sok igazságra jön rá, ami belülről jön fel, de ha mi is hajlandók lennénk, mi is utána kitalálhatnánk egy nagyon klassz vallást. És jó dolgokat tudnánk mondani, mert a bőjtben, imádságban az ember világosodik. De nagy marhaság lenne, hogyha ilyenen törnénk a fejünket. Tehát mi megkaptuk ezt. Na most pontosan ebből ered az élő, a bennünk élő Krisztusból ered az, a bennünk élő Szent Háromság egy Istenből ered az, aki most nem olyan, mint Isten, nem olyan, mint Lenin, hogy élni fog. Ő most van, és ebbe a tekintetbe igaza van a Dalai Lámának, most van, ott van ez a bennünk, ezért tud mindig megújulni a keresztény ember, az egyház ezért tud mindig megújulni. Mert nem egy befagyott, halott állapotot visz aztán tovább, és próbálja emberi erővel adaptálni a jelenlegi helyzetre. Hát ezért mennek ennyire félre ugye az iszlám, aki átmegy ebbe a elmebeteg dologba, ez a szerencsétlen terrorista üdvösséget remél a szerencsétlen őrültje. Igaz? Elferdül, mert nincs benne élő forrás. Buddhizmus egy sokkal békésebb dolog. Ő neki ugye az a problémája, hogy nem cselekvő a szeretet benne, hanem egy ilyen szánakozó szeretet, egy belenyugvásba megy át, és a cselekvés ugye kimarad az állandó meditálásban, ahogy a hinduizmusban, és egy Teréz anyának kell oda menni Indiába, hogy megmutassa azt, hogy ha ott van a csatornában az ember, akkor nem megállni kell fölötte is szánakozni, le kell mászni, ki kell emelni, hogy méltóságba tudjon meghalni.
Tehát a mi forrásunk az egy jelenben is élő, buzgó forrás. Semmilyen vallásnak nincs jelenben élő, buzgó forrása. Az egyik 3000 éves gondolat, a másik Mohamedán, ugye azok 1400 évesek körülbelül, Marxé. Mindegyik megy a maga emberi tévútján. Utolsó gondolat csak, hogyan találjuk meg ezt a forrást. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát amikor ezeket a hétköznapi párbeszédeket le kell folytatnunk, ami feladatunk, és ezért vagyunk tulajdonképpen itt, ottán kellenek intuitív, kreatív gondolatok. Azzal az, hogy tényleg a másikat el tudjad gondolkoztatni. Tehát jól kell, a párbeszéd már nem békés, a békésnek békés, de érvek, ellenérvek vannak, és ott vágni kell az agynak. Ehhez viszont csak akkor tudsz eljutni, ha hajlandó vagy befelé indulni, hogy messziről is meglásd a benned élő igazság és irgalomnak a tökéletes egyensúlyát, meglásd a benned élő, most benned élő Szent Háromság Egyistent valahogy távolról, és meghalljad azt a hangot, ami az igazság hangja, és az igazság az nem csak hitigazságokat tartalmaz, hanem például azt, hogy egy ilyen beszélgetést, ahol ellenségesen támadnak felém, azt én hogy kezelem le, hogy folytatom le? És ehhez bizony el kell indulni magunkba. Egy mélyebb ima élet kell. Amikor arra hívnak, hogy imádkozzunk, hogy nem, az nem azt jelenti, hogy azt is jelenti, imádkozom, és akkor majd a Jóisten elrendezi. Na, de ez egy aspektus. A másik aspektus, hogy imádkozom, eljutok belülre, ott meglátom az igazságot, és én tudom megváltoztatni a dolgokat. Én tudom megváltoztatni. Pontosan a kreatív, intuitív ötleteim által. De hogyha a felszínen mozgok, akkor ezek nem jönnek. Akkor csak felszínes dolgok jönnek. És ez egy nagyon nagy probléma, nem merünk elindulni befelé. Miért nem merünk? Azért, mert hogyha visszalépsz a csendbe, és elindulsz befelé, mondjuk mély imádságba, olyan dolgok fognak szembe jönni, amik kellemetlenek. Ez a probléma. Mert oda legbelülre kell legérkezni, és át kell menni egy ilyen föntebbi rétegen, ahol bizony ott vannak a fájdalomtestünk, az elszenvedett sérelmeink, elkövetett bűneink, a rosszra való hajlamaink, és egy sok-sok kellemetlen dolog. Tehát, hogyha én visszalépek és csendben mélyedek, és megmondom, azt akarom, hogy ne legyen gondolat, rengeteg gondolat fog jönni, ami bizony akadályozza, és inkább sokszor az ember azt választja, hogy ez nem jó, rosszul érzem magam, kimenekülök a felszínre, és ott élem a felszínen az én látszólagosan szép, nyugodt, vagy éppen jóságos, vagy éppen nem jóságos életemet. Tehát azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy bele merjünk menni a saját lelkünk mélyére, tudnélik az kétségtelen, hogy ezen az úton frontálisan ütközöl önmagaddal, pontosan azokból a dolgokból, amik kijönnek. De ha ezt elfogadjuk, hagyjuk felszínre jönni, akkor le fogunk jutni, és megtaláljuk az igazságot, hogy mit kell mikor tenni, és az már nem az igazságom, már nem én élek, nem én beszélek, hanem a bennem élő Szentlélek fog tudni helyettem beszélni, adott esetben a szomszéddal egy hétköznapi párbeszédbe, amikor arról akarod elgondolkodtatni, hogy a szkepticizmusa, meg a rengeteg vádaskodása, hogy mit tudom én, a polgármester két vécét vett, ez is mekkora korrupció, azon győzködik. De rá kell tudnod világítani. Tehát ez egy nagyon fontos, és ehhez kell egy erő, egy bátorság, és egy belső béke. És ha ezt nem teremtjük meg önmagunkba, akkor majd elmegyünk, és 22% lesz a részvételi arány, amivel meg nevetségesé teszünk magunkat.
Tehát szét kell rajzani, hirdetni kell természetesen az evangéliumot, és valóban az igazságot, és el fogjuk tudni gondolkoztatni az embereket. Én tulajdonképpen ennyit akartam mondani, még sok is volt, talán köszönöm a türelmet hozzá, és akkor gyere ide, előki vissza! Akkor kérjük, hogy saját megtapasztalásaitokat, véleményeteket nyugodtan mondjátok el, vagy kérdéseket tegyetek fel, és vagy hát esetleg neked is van hozzáfűzni való. Az, hogy nagyon-nagyon erős volt, én teljesen a hatása alatt vagyok, úgyhogy én nagyon szívesen átadom inkább a szót a kedves hallgatóságnak, és a kérdés van, inkább arra válaszolok. Egy mondattal merészelünk kiegészíteni ezt, amit elmondtál, hogy a kereszténységre kultúra épült, kultúrák épültek, és már több ezer éves kultúrák, magyar ezer éves államiság is erre épült, és egy mondani szokták Európában még az ateisták is keresztények, mert ebben a kultúrában... Valamint tagad. Na most, igen, na most a, még a, igen, ez nagyon fontos volt. Tehát nem arról, vallásszabadság van, de arra nincs szabadság, hogy a kereszténység által megtermékenyített jogrendszerünket, törvényeinket, amik az alkotmányban, a jogrendszerbe benne foglaltak, amik kimondják azt, hogy a házasság olyan nincs, hogy egy férfinak három felesége legyen, de olyan sincs, hogy a férfi felsőbb rendű, mint a felesége, és sorolhatnánk így olyan, ez törvénybe kell, különben ők vallásszabadságolhatnak. De nekünk magunkban tudni kell, hogy nem vallásunk van, hanem utunk, életünk, igazságunk van. És ezt tesszük bele a törvényeinkbe. És azt viszont be kell tartani, és a Szent Atya is azt mondja, hogy a törvényeket be kell tartatni. Ki nem tartja be, azt ki kell rúgni. Kész. Kérem szépen, az egyik gondolat, hogy a Szent Atya. A Szent Atya, mint vallási vezető, mint a kereszténység legfőbb ember. Azt mondja a szeretet jegyében, hogy a szeretetet és a befogadást tekintsük fő példának, ez rendkívül helyén való az ő esetében. Ő a világnak egy vezetője, egy szakrális vezetője, nem állami, nem világi szintű vezetője, hanem hát szakrális. Ő ezzel a magatartásával hirdeti azt is, hogy az iszlám szempontokhoz képest a keresztény szempontok mégiscsak fölé kell, hogy kerüljenek, mert mi szeretjük őket is. De, hogy mégis van egy különbség. Az állami vezetők ezt már nem tehetik meg, eleve nem szakrális vezetők. Az állami vezetőnek természetes, hogy a népét és az államát kell védeni. A nemzetbiztonság. Hogy ebben differencia van, ebben semmi rendkívüli nincsen. És nagyon jó, hogy a Szent Atya mindazt mondja, amit mond. De mi nekünk meg azt kell tenni. Nekünk meg azt kell tenni, amit tennünk kell. Az önvédelem az egy természetes, ösztönös, alapvető dolog. Hát az önvédelem jegyében hát azért gondolkodnunk kéne, amit valószínű, hogy a Brüsszel, vagy a németek, vagy Angela Merkel nem annyira érez át, vagy nem tudjuk mit érez, de mit hirdet, azt tudjuk. Hogy a másik gondolat, ugye a Szent Atya volt az egyik, a másik gondolat meg, hogy mi nálunk magyaroknál divat a pesszimizmus. Nem becsüljük a magyarságot, nem becsüljük a nemzeti voltunkat. Beszéltünk arról, hogy mi a sorrend. Először Istent szeretjük, aztán a családtagjainkat, aztán a nagyobb környezetünket, a nemzetünket. Mi nem szeretjük eléggé a nemzetünket, ez az egyik bajunk, és nem is értékeljük eléggé a nemzetünket. Mert ha ez megerősödne bennünk, akkor olyan természetesen állnánk ellen,
annak a kísértésnek, ami most jön. És akkor nem is szaporítom azt. Igen, ez nem az itt levőkre vonatkozik természetesen, amit a hölgy mondott, de pontosan ez amit tetszett, nagyon jól elmondta, hogy ehhez kell felvilágosítani. És igen, van olyan, hogy egy ilyen kis nép, aki képes kétharmadot produkálni kétszer egymás után, mutat Európának utat. Dávid legyőzheti a Góliátot. Úgyhogy, és ebbe valóban nem szabad pessimistának lenni. Nyugodtan, szépen, először egy csepp a tengerbe, de a tenger is cseppekből áll össze, ahogy Teréz anya mondta. Tehát amikor a miniszterelnök úr, ugye mondjuk így, jó beszédet mond, abban mi ugyanúgy benne vagyunk. Ő nem tudna ilyen beszédet mondani, ha nem lett volna oda téve mögé a kétharmad. Hát akkor nem tudna kinevetni. Szóval akkor nem tudna. Tehát nem, ez ugyanúgy mindannyiunknak az érdeme, ez, hogy is igen, na, nekünk kell Európának utat mutatni. Először a visegrádi négyeknek, ők már beálltak a csatasorba, most meg Európának. Igen? Én arról szeretnék beszélni, hogy a hölgy azt mondta, hogy nem szeretjük eléggé a nemzetünket. Nem mi, akik itt vagyunk. Nem mi, akik itt vagyunk. Nem mi, akik itt vagyunk. Na, rosszul nem. Fogalmazom akkor. Nem ránk érted. De így általában hát a magyarságról. Hát igen. Ez bizonyos fokig azért is van, mert nagyon sok nyomorék szegény ember volt, és kiszolgáltatott az ugyanannak a magyar gazdagnak. Akkor nem is tudott olyan, mert nem azt látta, hogy őt egyenrangúnak tartja a főnöke, a paraszt, nem a paraszt, a segélyparaszt, a gazdag urat kiszolgáltatta, ki lett szolgáltatva. Nem is tud. De hogyha olyan lenne, olyan példát mutattának azok, akkor ők is folyamodnának. Mi csak azt tanultuk példának, hogy a nagymamánktól, meg az anyánktól tanultuk el, és mi most azt tanuljuk, és azt érezzük meg. De amit a professzor úr elmondott, az a véleményem, nem mindenki érti meg, hogy lemenni a mélyre. Nem érti meg mindenki. Csak az, aki már a nagyanyjától is, meg az anyjától is azt tanulta, és elhitte, amit el kell hinnie. Mert az, hogyha én azt érzem, hogy bennem él a Krisztus, azért van, mert így neveltek. És megmagyarázták, hogy mi az, hogy benned él a Krisztus, amit ön mondott. És ebbe kevés magyar érzi ennyire, pláne ennyi év után, ugye, hogy mindig csak azt hallottuk, hogy csak a vallás ellenesség, meg egyebek. Nagyon el vagyunk maradva azok a fiatalok, akiket a szüleik nem tudnak, vagy nem bírnak ránevelni a vallásosságra. Én úgy érzem, hogy itt az a gond, hogy nem sokan nem tudnak lemenni a mélyre. Igen, ez is egy gond a forráshoz. Minden? A forráshoz. Hát ezért ez a feladatunk. Hát nem csak politikai térítő munka folyik, hanem itt térítő munka, természetesen nem erőszakosan, hanem elgondolkodtatással. De Európa még rosszabbul áll. Tessék, parancsolj! Én azt szeretném elmondani, hogy már elég régen hallottuk, hogy külföldi erők állnak a bevándorlás mögött, tehát tudatos folyamat. Tehát elindult az arab tavasszal. Egyen menjünk tovább, mert pont amit előbb mond, még egyen? Nem vissza, ott ahol a Soros Györgyre volt. Igen, a Soros Györgyre gondoltam én is, mert el voltam látva megfelelő instrukciókkal, hogy kihez kell fordulni, embercsempészekhez, Magyarországon a Helsinki Bizottságnak a képviselőihez. És az a másik kérdés, ami bennem felvetődött ezzel kapcsolatban, hogy a magyar törvényalkotás, hogy például a bűnözők bekerülnek a börtönbe, mert mondjuk időseket meggyilkolnak.
Tehát elveszik a kis nyugdíjakat, mindenki tudja, hogy kiről beszélek, és a börtönökben túl zsúfolt ugye a börtön, 8-10 vannak egy cellában, és kiszabadul emiatt kártérítést kap. Tehát több millió forintot. És ez tulajdonképpen egy példa, megint ösztönzi őket a bűnelkövetésre. Tehát, hogy ebben is valamiféle előrelépésnek kellene történni, mert az emberek úgy érzik, hogy tehát nincs törvénykezés ilyen tekintetben. Biztos, biztos lesz. Nagyon sok mindenben kell előrelépni. Lesz ebbe előrelépés, mint hogy az egészségükben is lesz előrelépés. Hát igen, ez is egy probléma, hogy föl tetszik vetni. Hát azért. Tehát csak a liberális erők állnak mögöttem, mert például azt is hallottam, hogy hát, hogy állítólag a javítóintézetben is tartottak vizsgálatot, és hogy miért kell neki korán kelni az elítélteknek, 7:30 kell őket ezentúl ébreszteni, holott voltak olyan iskolás gyerekek, itt a környékről járnak be szakközépiskolába Budapestre, 5:30 kell kelni, hogy utazzanak, és akkor ebben mi van? Most az, hogy Soros György mondjuk mennyire áll az iszlám mögött, azért azt nem szól, azért én tartok attól, hogy van egy iszlám eredetű térhódítás is. Az más kérdés, meg nyilván még te se látsz ennek a mélyére, mert nem, nincs alulinformáltak vagyunk. De nyilván, hogy a Soros se jót nekünk, mint fő liberális erő, de azért érdekes Dél-Amerikában, azért nem oda nem tud betörni. Hát de nem is akarnak igazán, mert Európára van szükség. És ötleestünk ötörlő is nagyon tanulságos volt, amikor hasonló kérdések fölmerültek. Ő azt mondta, hogy mivel mindannyian információ hiányosak vagyunk, tulajdonképpen kár ilyen összeesküvés elméletekbe bonyolódni. Nagyon egyszerű a liberális jogrend az, ami arra kényszeríti, készteti a országokat. Táptalajon, hogy bejöjjön. Azért jönnek ide a húzulmányok, mert hívták őket. Hívták. Nem erre volt, hogy gondoltak egyet, és hívták őket. Egy országvezetője hívta őket. Egy nemzetközi közösségnek, egy Európai Uniónak az összes döntéshozó szervezete képtelen kimondani azt, hogy meg kell védeni az uniós határokat. Tehát egy tehetetlen balfék társasággal van dolgunk, amelyik egyszerűen hívja és engedi, hogy ez az áramlat. Hát Szaúd-Arábia nem engedi. A szomszédos muzulmán államok egyetlen ember nem engednek be ellenőrzetlen területre. Valamiért Európában jön. Miért? Mert a liberális jogrend, ami egyébként megbukott, mert ez szerint a multikult is megbukott, mondta 3 éve, 4 éve, liberális jogrend szerint mindenkinek joga van ott élni, ahol akar. Ez nem így van. Nincs joga ott élni, ahol akar. Ha befogadják, akkor igen. Ez milyen dolog, a házban megbukott valaki, és azt mondja, hogy itt akarok élni, és kirúgja a családot, ilyen nincs. És még visszakanyarodva egyébként a magyar jogrendszerre, ugye én, mint a törvényhozás tagja nem bírálhatom, legalábbis konkrét bírálatokat nem fogalmazhatok meg, viszont párhuzamokat látunk. Hát a tömeggyilkos Breivik pert nyert a Norvégára ellen, mert hideg volt a kávé, mert nem volt eleget társaságban, és a többi. Ezek a túlhajtások, ezek leküzdendők, és a magyar alaptörvényben, most volt 5 éves, és a liberális sajtóban jó szót szerintem nem mondtak róla, de tudjuk, hogy mennyire fontos változásokat hozott a jövő szempontjából az életünkben, például a felelősséget is bevezette. Tehát nem arról beszélünk most már, mint a liberális jogrendnek a megalapozó, hogy mindenkinek joga van, hanem arról beszélünk, hogy a jogok és a felelősségek párhuzamban vannak és összekapcsolandók. Például a szülőkről való gondoskodásnak a felelőssége, az idősekről való gondoskodás felelőssége, az elesetekről való gondoskodás felelőssége. Tehát gyakorlatilag azt emelte vissza az alaptörvénybe a magyar törvényhozás, ami a keresztény kultúrából kell, hogy következzen, és amit tűzzel vassal írtanak a baliberális oldalon egész Európában. És azért nagyon fontos például, amit professzor úr mondott, hogy a német orvosbarát például mit mond arról, hogy mi a közvélekedés és mi van a hivatalos német sajtóban, ezt egyébként megint csak a Spötleesten a biztonságpolitikai szakértő is megerősítette, teljesen szétvált a közvélemény és a
az európai politikai vezetés, vagy az európai közéleti vezetés. Óriási szakadék van a kettő között, a médiában megjelen és a valós vélemények között. Ez remélhetőleg el fog vezetni oda, hogy az emberek elmondják végre Nyugat-Európában is a véleményüket. Ettől rettegnek, hát a Sorosok is ettől rettegnek. És csak a legutolsó fejlemény, ugye az ausztriai kancellár választás, meglátjuk, hogy mi lesz a következő fordulóban. Ez a hullám, ez úgy tűnik, hogy végig fog menni egész Európán. Múlt héten volt, két hete volt egy dán parlamenti küldöttség, ezt mindenhol szeretem elmondani. Dán parlamenti képviselők, nyugdíjas parlamenti képviselők, akiknek már sok félnivalójuk nem volt, föltették a interparlamentáris unió keretében, ahogy beszélgettünk, a szokásos kötelező liberális kérdéseket, a roma helyzettel kapcsolatban, a nők egyenjogúságával kapcsolatban, talán még a nők jogát, az álmok kísérésen is fölhozták, és Svédországban ez a törvényhozásnak az egyik fő csapásiránya. És aztán, amikor vége volt a hivatalos részének, akkor az egyik képviselő hölgy oda jött hozzám, és megkérdezte, hogy mikor lesz maguknál a népszavazás. Mármint a pótás népszavazás. Mondta, hogy valamikor ősszel. És a szociáldemokrata képviselő asszony volt egyébként, és azt mondta, hogy nagyon szurkolunk magunknak, nagyon szurkolunk magunknak. És egész Európának, és Magyarországnak, és nekünk dánoknak is javunkra válik, csak menjenek el. Csak eredményesek legyenek. Hát ez a tét. Ez a tét. Ja, a legveszélyesebb vallás a liberalizmus. Mert minden vallás azért tudja legyőzni a liberalizmust, lazán a liberalizmust, azért tudják legyőzni bármilyen kutyaütő vallás, mert a liberalizmus mondja azt, hogy az ember az Isten. Itt a probléma. És ez a legnagyobb tévút. Kérdéseket bátran. Igen, tessék. Szeretnék még nem kérdés ez. Én teljesen egyetértek az ön nézeteivel és a szemléletével, amit most elmondom. De szeretném megjegyezni, hogy az ország fele, legalább a fele nem vallásos. És azoknak visszás ezt az előadást például hallgatni. Én tudom, hogy az ifjúságban nagyon sokban van az, hogy ha már Istent meghallja, mint szót, akkor már utasít. Úgyhogy úgy érzem, hogy van egy réteg, akit ezzel meg lehet győzni, de a másik réteg... Nem szabad. Bocsánat, mit is mondott? Elgondolkoztatni, igen. A másik rétegnek a magyarságot, a történelmi alapokra helyezett nézeteket kell terjeszteni, talán erősebben, mint ahogy a vallási gondolatok. Köszönöm. Főleg a fiatalságnál. Főleg a fiatalságnál. De mondjuk azért ide, mondjuk egy ilyen rendezvényre, igen, azért a hittel mondjuk legalább szimpatizáló emberek jönnek el, tehát itt lehet tévedésből valószínű voltam. Hát amit a Pál Feri csinál. A Pál Feri atya ugye egy órát tudunk beszélni, hogy nem ejti ki Krisztus nevét és a kereszténységet. És mindent elmond. Persze, akkor ott így kell beszélni. Ez teljesen így van. Hát itt mondjuk megmertem én ezt kockáztatni. Igen. Nem tudom, hogy van erre most alkalom, de arra szeretném megkérni, pont a hit miatt, hogy én olvastam önről már több cikket, és az egyikben az volt, hogy egy rendőrfiú mikor meghalt, és hogy megtapasztalták a hitnek az erejét, hogy erről tudna mondani a közösségnek esetleg, mert ez nekem nagyon tetszett is olyan. Jó, én szívesen elmondom, hogy ha már így rákérdezett, én pont azt akartam avval érzékeltetni ebben a példával, nem egy rendőrfiú öngyilkos lett, mert egy banális közlekedési balesetet okozott. És azt látták, a semmi személyi sérülés nem történt, alig volt anyagi kár az autóban. Kiszállt az autóból, fölhívja az édesanyját, ezt látják a hozzáta, ott a körülállók,
és mondja, hogy anyu, ez történt, fáradt voltam, szolgálatból léptem le, megyek haza, majd akkor vacsorázom. És utána azt látták, hogy beszállt a autójába, elővette a szolgálati fegyverét, és fejbe lőtte magát. Hozzánk hozták be, én akkor Miskolcon dolgoztam, nem tudtunk semmit csinálni, hát gyakorlatilag már agyhalottan érkezett. Utána körülbelül egy 4 óra múlva beállt a definitív agyhalál. És akkor ott voltak a kedves szülők, akik vallásos emberek voltak, milyen vallásos református család volt, és ugye az édesanyából úgy kitört az, hogy de hát nem csak az, hogy meghalt, de hát mi lesz így az üdvösségével. Mert hát ugye nem, erről nem nagyon, az úgy nem, már öngyilkos, az is gyilkos, szóval nem, nincs ez úgy tisztázva, hogy hova jut az öngyilkos, vagy hogy van ez az öngyilkosság. És akkor én, használva ezt, amiről itt beszéltem, én miközben ezt az édesanyja mondta, tényleg mély imádságba merültem, hogy legyen valami, nem olyan gondolatom, hogy azt mondjam, hogy hát részvétem. Mert az nagyon szép, de ezzel semmit nem könnyítesz rajta. És úgy imádkoztam magamba, miközben hallgattam ezt a szegény családot, illetve az édesanyját, és bizony eszembe jutott az a gondolat, hogy mondom, figyeljen ide, asszonyom, nyugodjon meg, ez a gyermek, ez mélyen legbelül rendben volt, ő nem akart öngyilkos lenni. És azt mondja, hát ez hogy gondolja a főorvos úr, hogy elővette a pisztolyt és fejbe lőtte magát. Mondom, igen, mert az a legmélyebb belső énünk, az nem az agyunkban van. Az agyunk kivitelez dolgokat, és mint egy legmagasabb szinten differenciált szerv elromolhat. És a skizofréniának hívják különben a pszichiátriába, és követhet el olyan dolgokat, ami nem onnan a legmélyebb valóságunkból jön. És mondom, ezért nyugodjon meg, ő békében van Istennel, nem akart öngyilkos lenni. És a gyerek bebizonyította, mert tényleg agyhalál volt, és oda mentünk hozzá, hogy elbúcsúzzon a család. Mert vitték a donációra, hogy kiveszik a szerveit, ugye a transzplantációra, és valóban a 17 agyhalál kritérium felállt, teljes elektromos csend, semmiféle reakció. És oda ment a édesanyja, beszélt hozzá, meg is simogatta, garantáltan semmilyen érzékelés nem jutott el, hatott el az agyik, ami se vegetatív módon, semmilyen módon, és elkezdett akkor könnyezni erősen. Abban a pillanatban, hogy az édesanyja megszólította. És azért, mert a szeretetet érezte. Tehát a szeretetnek az érzékelése, a szeretet adása, az nem az agyműködéshöz kötött. Tehát az emberi személy, ami ott a fogantatás pillanatában kapjuk, belénk leheli a Jóisten ezt a lelket, az nem az agyhoz kötött. Az agy által fejezzük ki a legjobban, ami utasítást ad a többi szerveknek, nyelveknek, beszédmozgatás, kezek, lábak, ölelés, stb. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És ezt mindig arra szoktam bizonyságul mondani, hogy működik a kreatív gondolat. Például, ha egy nehéz helyzetben valakit úgy próbálnak elgondolkodtatni. Én nem meggyőzni akartam ezt a hölgyet, elgondolkodtatni akartam. De ehhez nekem oda be kellett gyorsan zuhanni magamba, hogy lássak egy igazságot, amire rádöbbenjek, és nyugodtan mondjam neki. És be is bizonyosodott utána. Na hát ez egy arra jó példa, hogy miért érdemes ebben a foglalkozni, ebben a elindulok befelé. Ja. Köszönöm a kérdést, mert mondjuk egy jó példa volt erre, hogy a hétköznapi, ez is egy párbeszéd volt, egy szerencsétlen emberrel, egy családdal volt egy párbeszéd, ugye a hétköznapi párbeszédhöz hogy kell, honnan kell az intuíciókat meríteni. Szabad, én neked mondanám, mert nagyon elgondolkodtatott ez, hogy most életkortól, hogy mitől tegyünk függővé, hogy kihez szólunk, kihez milyen nyelven lehet szólni, szabad ilyen mélyen beszélni különböző életkorú kultúrájú emberekhez.
Biztosan kell disztinkciókat tenni, tehát nézni, hogy kihez beszélsz, és úgy formálni a beszédedet. De azért vannak kérdések most, ami az alaptémánk, ez a népvándorlás, migrációs kérdés. Hát ebben a kérdésben azért minden kimutatás szerint az embereknek, a magyar embereknek a háromnegyed része egyetért. Persze. Tehát itt azért arról van szó, menjenek hogy négy emberből hárman azt mondják, hogy Isten ments. Csak menjenek el. És azért érdekes dolgokat tud az élet produkálni. Tehát ez a Saulus-Paulus történet, ez nap mint nap megtörténik. És váratlan fordulatokat is hozhat az élet. Tehát olyan emberek, akik nem gondoltad volna, hogy ide állnak, vagy éppen az ellenkező oldalra, olyan emberekben kellemesen, vagy éppen kellemetlenül csalódsz. És összességében viszont jó a kép. Hát nagyon sokan vannak, akik aláírásgyűjtésben részt vettek. De nagyon jól tudjuk, hogy hogyan fogadták az emberek, vagy az embereknek nagyon jelentős része ezt a kezdeményezést. Nekünk most az a feladatunk, ahogy professzor úr elmondta, hogy eljuttassuk az emberekhez az üzeneteket, hogy mennyire fontos ez a dolog. Itt Aszódon ugye egy olyan városban vagyunk, ahol például a városnak a képviselőtestülete, képviselő polgármester elfogadta azt a határozatot, ami arról szól, hogy Aszód csatlakozik azokhoz az önkormányzatokhoz, akik elutasítják a kötelező kvótát. Ugye 1000 ilyen önkormányzat van már, több mint 1000 az országban. És nagyon fontos például ez a gesztus is. Azért 1000 önkormányzat óriási erő, ráadásul ennek az 1000 önkormányzatnak a területén él az ország lakosságának közel 70%-a. Tehát 70%-ot képviselő önkormányzati kör már kimondta, hogy nem kérünk ebből. Én bízom benne, hogy például az önkormányzatok is hasonló módon erősíteni fogják az emberekben azt, hogy részt kell venni ebben a történetben. De nem kell messzire menni, ugye a szomszédvárosban, Gödöllőn, a gödöllői polgármester, Démesi úr és a lokálpatrióta képviselőtestet elutasították a kötelező kvótáról szóló előterjesztést, ami ítélje meg ki, hogyan, ugye kellemes vagy kellemetlen csalódás az ő számára, és egy egészen elképesztő hozzáállás, hogy mindenki maradjon, vagy maradjunk meg a mi kis homokozónkban, most nem tudom pontosan, hogy mi voltak. Tehát egészen elképesztő történetek vannak pró és kontra, de összességében jó a kép. Tehát ha eljuttatjuk ezeket az üzeneteket az emberekhez, mindenki a maga kis körében, szomszédban, családban, rokonságban, akkor azért olyan nagy baj szerintem nem lehet. Tehát fontos kérdésekben azért azt gondolom, hogy össze tud zárni a magyar társadalom. Fiatalok, idősek, férfiak, nők, igazán fontos kérdésekben azért ez egy élő társadalom a magyar társadalom. Akkor mondhatok, hogy válaszoljak rá, hogy ebben az aláírásgyűjtés kapcsán lepődtem meg bizonyos embereken, és vallásos emberek voltak, akik azt mondták, hogy nem. Ilyes. Mert a humanitárius szemlélet legyőzi a védekezését. Ez a feladat, hogy ezért beszélgetünk, hogy kell rávilágítani, mert ha eltetszik mondani neki Akinói Szent Tamásnak a mondatát, akkor mindjárt megérti, hogy önmagában az irgalmasság, a humanizmus az egy álságos dolog. Csak az igazság fényében értelmezhető az irgalmasság. Igen, ez egy nagyon jó tanulság a mai napban ez a mondat. Szeretném pontosan is megtudni, mert ugye az ember elfelejti a pontos szövegezést. Tudom, hogy miről szól ez a mondat, mert elolvastam az előbb. Igen, ezt nagyon-nagyon kellene terjeszteni. Talán plakátokon is, vagy valami, meg a miniszterelnök úrnak az a mondata, amikor az volt, hogy a 1000 éves államiságunk alapot ad nekünk. Ezek is lehetnének talán szerte az országban plakátokon. Köszönöm. Ja, sokrétű harc, igen. Csak az, hogy az borzasztó fontos, hogy nem szabad visszavonulnunk a keresztény nemzeti gettóinkba. Mert az emberekkel állandóan párbeszédet kell folytatni. Bizony. És ez nem könnyű feladat. Nagyon könnyű rálegyinteni, hogy...
csodálatos szöveg. Igen, meg keresztény nemzeti gettóink, itt végül is arról van szó, hogy már ebben a kérdésben, ahogy szintén azt hiszem miniszterelnök úrtól származik a mondás, hogy most egész Európát tekintve és a Magyarországon tekintve is, a föderalisták és a nemzetállami párton állók állnak igazából egymással szemben. Tehát azok, akik azt gondolják, hogy már pedig a nemzetállamok istentől valók és ebben a keretben kell gondolkodni, és azok, akik különböző gazdasági érdekektől vezéreltetve, lehetőleg minél nagyobb területi egység fölött uralkodnak, és egyébként mindentől független liberális irányítás alá helyeznék az egész kontinenst, mert így tudják a profitjukat maximalizálni. Tehát körülbelül így szakad most Európa társadalma két részre, remélhetőleg egy sokkal nagyobb szabadságpárti részre, és nemzetállami párti részre, és egy sokkal kisebb föderalista részre. Meglátjuk, hogy milyen folyamatok indulnak el, de a lényegen nem változtat, mi a ránk bízottakért vagyunk felelősek. A ránk bízottak pedig, ahogy professzor úr elmondta, családtól, nemzeten keresztül Magyarország a mi hazánk, és ezt a szeretet rendjét szeretnénk érvényre juttatni. Még kérdés? Vagy professzor úrnak átadhatom azt, amivel szeretnénk jelképesen megköszönni a tényleg nagyon mélységeket megbolygató és nagyon-nagyon erős előadást. Kívánok jó egészséget, hogy minél több helyre el tudjon menni. Ez a legigazibb megközelítés, és azt hiszem. És aki nem elég felvilágosult, hogy akkor tudjon elgondolkodni. Mindannyiunk nevében nagyon szépen köszönöm, professzor úr, köszönöm neked, hogy eljöttél.